Ma érdekes előadásra készülök, a párkapcsolatról lesz szó. Az ember egy társas lény. Bármit kezd az életében, kapcsolatokat szerez és kapcsolatokat bont. Gyakorlatilag nem csak az emberről van szó, ilyen a világ. Ebben a kapcsolatteremtésben és kapcsolatbontásban van néhány lényeges pont, amit mindig érintünk. Az egyik az az, hogy mennyire akarom ezt a kapcsolatot. Akár ha szétszedem, akár ha összerakom. A másik az, már másodlagosan, de mégis ez jár mindig a fejünkben, hogy kinek van igaza. Én csinálom jól, vagy te csinálod jól. Én látom jól, vagy te látod jól. De nem csak a párkapcsolatról van szó, az egész társadalmunkról. Így épül fel az életünk, és így épül ezzel a kérdéssel. Az emberek nagyon sokat veszekednek az életükben egymással. Kár, mert ezeket az időket, ezeket az együttléteket másképp is el lehetne tölteni. Nyilván van egy vágya mindenkinek, és ezt a vágyat szeretnék tökéletesíteni, realizálni. Ezt szeretnék nagyon megélni, boldogságban megélni. És ezért küzd, harcol. És a boldogságának az egyik fontos eleme az, hogy legyen egy visszajelzés, hogy ő jól gondolja. Jól gondolja, milyen az élet, jól gondolja, milyen más, milyen ő. Jól gondolja, hogy hogyan menjünk tovább. Egyszerűen arról szól ez az egész harc, hogy kinek van igaza. Hát pedig kár harcolni, mert minden harc, minden háború csak veszteséget hoz. Győzelmet sosem. Igaz, a háborúknak és a csatáknak vannak győztesei, de pont akkor a vesztesei is vannak. És a veszteség sokszor sokkal nagyobb, még a győztes számára is. Azt nézzük, hogy a szerelemben bárkinek is, akinek igaza lesz, és a másiknak nem, akkor boldogan tudják továbbvinni az életüket, akkor azt kell mondjam, hogy kár, hogy ez megtörtént, hogy igazságot kellett tenni, kár, hogy meg kellett egyezzenek valamiben, mert sokkal jobb lenne, hogyha mindez magától történne meg, nem háborúznánk, hogy kinek van igaza, hanem egyszerűen szeretnénk egymást, és ebben a szeretetben igaz, valamikor sok idő kell hozzá, de megszületik a megértés. Harc nélkül. Azért érdemes megvizsgálni azt, hogy tényleg az életben, a világban vajon kinek van igaza? Neked? Vagy a másiknak? Nekem megvan a válaszom, és megpróbálom levezetni, hogy miért gondolom azt, amit fogok mondani, és megpróbálom megértetni veletek azt, hogy ez egy helyes út. Nem azért, hogy igazam legyen, hanem azért, mert most én így gondolom, és ha nektek tetszik, akkor tanulmányozzátok. Sokszor beszéltem arról, hogy az élet egy nagyon bonyolult rendszer. Ennek a rendszernek vagyunk a részei. Ebben élünk. Ebben próbáljuk megérteni azt a részt, legfőképpen azt a részt, amelyek mi vagyunk. És ezen belül megpróbáljuk megérteni a többieket, és ez már egy jó pont valakinek, hogyha már van egy ilyen törekvése. Tehát nem a saját megértését akarja ráerőszakolni másra. Tehát az első kulcs szó, meg kell érteni a másikat, meg kell érteni a világot. Ha megérted a világot, akkor megérted azt, hogy mit miért mond. Ez már az a lépés, amiben elgondolkozol azon, vagy egyáltalán ignorálod azt, hogy kinek van igaza. Ugyanis ha megérted a másikat, és látod az ő szemszögéből az eseményeket, amiket te magad is átérsz, amit közösen éltek át, sőt, amelyben neked veszteségek vannak, de ezt megérted, hogy ő miért áll hozzá úgy, ahogy, akkor onnantól kezdve megérted az ő igazát is. Természetesen vizsgáld meg a sajátodat. A kettőt, ha összeveted, akkor konfliktusba fog kerülni, de nem kettőtök között kerül konfliktusba, hanem saját magadban okozod a konfliktust. Tehát te magad képes lehetsz arra, legalábbis van lehetőséged arra, hogy anélkül, hogy megbeszéljetek, anélkül, hogy szóba hoznátok egymás előtt a problémát,
ezt a problémát rendezd magadba, és akkor, amikor mond valami olyat, ami neked nem tetszik, akkor te már tudod, hogy hova rak ezt az információt. Ez lenne a lényege annak, hogy hogyan állj hozzá a másik emberhez. Főleg akkor, hogyha azt szereted. Főleg akkor, hogyha nem csak szereted, de vágyod az, hogy viszont szeressen. Akkor nézd meg, hogy ő hogy látja a te életedet, a te viselkedésedet. Miért mondja azt, amit mond? Én biztos vagyok benne, hogyha ezt kitartóan csinálod, akkor arra a következtetésre fogsz jutni, hogy mindenkinek igaza van. Hát senkinek nincs igaza. Akkor arra a következtetésre kell juss, hogy nem létezik önmagában az, hogy igazság. Az igazság nem egy objektum, ami létezik és másolható, és az igaz mindenre, hanem az igazság egy olyan dolog, amiből mindenkinek sajátja van. Az igazság olyan, mint az élet. Neked van egy életed, a társadnak van egy élete, a környezetednek van egy élete. És mindegyik élet egy önálló, mindentől különböző egyedi dolog, egy egyedi folyamat. Az igazság egy ugyanilyen egyedi folyamat, tehát mindenkinek megvan a sajátja, és ezt a sajátját éli. Ha ezt nyitottan tudod kezelni te magad, tehát ezt a saját igazságodat, oda tudod állítani bármi mellé, akkor nem kerülsz konfliktusba. Ez az kell, hogy ne akard, hogy neked legyen igazad. Vágy arra, hogy tudd meg, hogy abban a helyzetben mi a megoldás, mi a kiút, hogyan indulhatsz el, és egyszerűen az igazságról meg fogsz feledkezni. Hogy igazam van, vagy nincs, gondolkozz el rajta, próbálgasd az életedet, indulj el, tanulj, és ha eleget tanultál, és elindultál, és vannak tapasztalataid, és látod más szemével a világot, akkor eldöntötted, igazam van ebben a videóban, vagy nincs.